Halálos tömegszerencsétlenség volt a négyes főúton. A nyomozási bíró elegendőnek tartotta a bűnügyi felügyelet elrendelését. Az ügyészség fellebbezett a döntése ellen. A szolnoki járási ügyészség indítványt tette egy román állampolgárságú férfi letartóztatására halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt. A rendelkezésre álló adatok szerint a 25 éves román férfi 2021. június 4-én a kora délutáni órákban Szolnok külterületén a 4-es számú főközlekedési úton haladt, Debrecen irányába közlekedett az általa vezetett vontatóból és a hozzá kapcsolt pótkocsiból álló járműszerelvénnyel. Vele utazott az utas fülkében élettársa is. A férfi az útviszonyoknak nem megfelelő eltúlzott, mint egy 90 km/h sebességgel próbált az egyik vasúti felüljáróról lehajtani, és külső forgalmi ok nélkül csak az eltúlzott sebessége miatt áttért a szemközti forgalmi sávba. Ekkor fékezett, de már nem tudta elkerülni azt, hogy összeütközön a vele szemben féktávolságon belül érkező szabályosan haladó kisbusszal, amiben 14-en utaztak, a sofőr és másik 13 férfi. Az ütközés erejétől a kisbusz jobb oldalára dőlt, megpördült, nekicsúszott a szalagkorlátnak, ezt követően egy 540 fokos fordulatot téve a jobb oldalára dőlve az úttesten került nyugalmi helyzetbe, amíg a busz pörgött, addig két utasa kizuhant a járműből. Az ütközés erejétől a kamion is megpördült, nekicsúszott a szalagkorlátnak, azt átszakította, és egy teljes fordulatot megtéve az útmenti árokban került nyugalmi helyzetbe. Az ütközés következtében a kisbuszt vezető férfi és a kisbuszból kizuhant két utasa a helyszínen életét vesztette, további hat utasa súlyos 8 napon túl gyógyuló sérüléseket, míg 5 utasa könnyű 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, a kamionos és az ő utasa 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A járási ügyészség azért indítványozta a román állampolgárságú, nemzetközi áruszállítással foglalkozó férfi letartóztatását, mert fennáll a veszélye annak, hogy szabadlábon hagyása esetén a magyar hatóságok elől elrejtőzne. A szolnoki járásbíróság nyomozási bírója azonban elegendőnek tartotta a bűnügyi felügyelet elrendelését. Az ügyészség fellebbezett a végzése ellen, a legszigorúbb kényszerintézkedés a letartóztatás elrendelése véget. Az ügyészi fellebbezés folytán a szolnoki törvényszék, mint másodfokú bíróság fog véglegesen dönteni a kényszerintézkedésről. A végzés nem végleges. Az ügyészség fellebbezett a letartóztatás, mint legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelése érdekében. Az ügyészi fellebbezés folytán a szolnoki törvényszék, mint másodfokú bíróság dönt véglegesen a kényszerintézkedésről.